Az elektromos autó nem egyszerűen egy változás az autós világban, hanem egy hármas forradalom, egy valódi hármas egyszerre történő forradalomnak a, a terméke, és ez, ami sokkot okoz a legtöbb autógyártónál, egyszerűen nem tudják követni. Úgyhogy üdvözöllek a mai napi amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Szóval a változás korát éljük. Olyan változás korát élünk, ami még, még talán soha nem volt. És ráadásul a mobilitás, ahogy mondtam hétfőn, ugye egy nagyon fontos a fejlődésben, a társadalom fejlődésében is persze, a mobilitásban, a termékek, a személyek szállításában. Érdekes módon Dudenhofer úgy látja, hogy nem a tömegközlekedésben, legyen az vasút vagy városi tömegközlekedés, hanem az egyén, a, a szuverén közlekedésben, persze nem feltétlenül úgy, hogy saját autóval, de ebben látja a jövőt. És meg fogjuk nézni, hogy milyen tanulságok lesznek ebből neked, akár a saját vállalkozásodra, vagy a gondolkodásodra, hogy a vállalkozásra nézel. Szóval egy hármas forradalom zajlik. Ugye, hogyha csak annyi történne, és erre volt már próbálkozás, hogy elektromosak lesznek az autók, akkor akkor nem lenne olyan nagy áttörés, és nem lenne akkora nagy probléma ez a változás. Volt már ilyen próbálkozás, korábbi videóban emlékszel, beszéltem arról, hogy GM-nek volt ilyen próbálkozása, az Audi-nak is volt már több ilyen próbálkozása, és hát nyilván van az elektromos smart és egyébek, tehát pár évvel ezelőtt is történtek már ilyen próbálkozások, illetve volt például az Opel Ampera, vagy a, General Motorsnak a Volta, Volt cip típusú autói, tehát ezek a, a plug-in hybrid, illetve elektromos autók már voltak korábban is, de nem tudtak áttörést hozni. Ehhez kellett egy-két elem, tehát túl korán volt. És ez is neked is fontos, hogy nagyon sokan túl sok innovációt akarnak, de nem akarok elé, a majd szerdai előadásnak, ami pontosan arról szól, hogy mennyi innováció kell egy cégben többek között, és ezt az előadást, amit élőben fogok elmondani és előadni Magyarországon egy nagyon szűk, zárt, exkluzív körben az egyik Mastermind csoportunkban ezt videón fogod tudni megvásárolni, ha regisztrálsz a sikervitamin.hu weboldalra, a hírlevére. Csak az e-mail célját kell megadni, és akkor időben kapsz hozzá egy linket, amely egy ötöd tudod meg tudod megvenni. Szóval, mi ez a hármas forradalom, és miért fontos ez? Tudni, hogy csak annyi lenne, hogy elektromosak lesznek az autók, magyarul hajtásban van változás, már az is épp eléggé nagy probléma lenne sok autógyártónak, hiszen az eddigi technológiaikat beleértve a mérnököket, beleértve a motorgyáraikat és egyebeket, kukázni kéne. Tehát az értékvesztésük gyorsabb lenne, mint az amortizációjuk. És tudod, mit jelent? Ha gyorsabban írsz valamit, és be kell zárnom mondjuk egy gyárat, ahelyett, hogy megtermelni saját magát, és normálisan amortizálnál, akkor rendkívüli veszteségeid lesznek. Ugye ezt a részések nem annyira szeretik, ezért van az, hogy nagyon sokáig, amíg le nem írnak valamit, addig szokták hajtani azt az üzletet, és ebben le is maradnak a változásról. Tehát az első hajtás lánc. A második az, hogy önvezetők lesznek az autók. Ez a csendesebb Ilyen kis mellékzeneként jött át, amikor a Tesláról van szó, hogy közben meg elkezdett a Tesla már önvezető lenni. Ráadásul ott is csak a negatív hírek jöttek át, hogy nem tudom, hogy volt egy kamion, amely kihajtott elé, és az első haláleset az volt, amikor lassítás nélkül beleront egy, egy, egy az úton keresztbenő kamionba a Tesla, ami éppeltséggel táblának nézte a teljesen furán, fehérre festett valami jelzéseket tartalmazó kamiont, Szóval, ami a lényeg, hogy ennek is csak a negatív része jött át, és ezt így mellékesen, de nem olyan fontosnak tekintették az emberek. Pedig ez a forradalomnak egy sokkal fontosabb része, mint az, hogy elektromossá válnak az autók. Tehát elektromos autó, a hajtáslánc, önvezető, és van egy harmadik, amely szép lassan alakul, és erre is van csendesen, lassúnak tűnő forradalom van, de ez mindennel jobban meg fogja rázni az autógyártokat és az autóipart. Ez pedig az, hogy közösségével válik, tehát a, a, hogy is mondjam, social, hát nem social, szóval a megosztás, a sharing, a car sharing világa jön, az az idő, amikor egy autó egy ember helyett, ezek a számok megváltoznak, vagy úgy, hogy lesznek önvezető, vagy bármi más módon működő taxik, vagy pedig te ülhetsz bele egy autóba, és csak egy időszakra fogod használni. És az autók, ha belegondolsz, 90 ban állnak valahol. Foglalják a helyet, parkolóhelyet, amortizálnak, biztosítás van, esik rá a hó, nem tudom, hogy mennek tönkre, és így tovább, ahelyett, hogy menne, használnák. Tehát jó, persze kevesebbet kopik, ha áll, de tök értelmetlen. Tehát 90%-át állni, hát ez, ez borzasztóan, uh, borzasztóan rossz hatékonyság, mint egy nyaraló, amit évente egyszer használsz, és egy hetet, vagy kettőt, és azon kívül meg semmit. Tehát azt is bérbe szokták adni. Szóval a világ legtöbb területében elindult ez a, ez a sharing economy, hogy mondja uh, Dudenhofer a könyvében, elindult mondjuk a lakásoknál, így jött be az Airbnb, nem tudod, tudod, hogy -e, honnan jött az airbnb az RB az azt jelenti, hogy az RB az azt jelenti, lefordítva, és onnan jött, hogy felfújható matrac vagy ágy, and B és breakfast, magyarul reggeli. Tehát magyarul olyan egyszerű volt az ötlet, hogy egy felfújható matracsal és egy reggelivel fogadj vendégeket. Innen jött az egész, és ez a név maradt rajta egyébként. Vagy ilyen például az Uber, amelyik arról szólt, hogy figyelj, van egy autód, talán időd is van, miért nem használod? Miért áll fölöslegesen valahol. Ez is csak Európában jelent egyébként igazi nagy problémát a túlszabályzás miatt, ugye a taxik és a taxivállalatok és a taxi miatt. Egyébként érdekes módon én az Ubernek a híve vagyok, de azt, hogy Magyarországról kitiltották, avval is egyetértek. Ugye ez egy fura dolog, hogyan lehet? Azért, hogy mert addig, meddig vannak nagyon szigorú és nagyon kemény és nagyon sokba előírások a taxisoknak, addig nyilván nem lehet kalózokat beengedni. De ha eltöröknék a taxisoknak ezt a fajta agyon, szabályzását, akkor jöhetne az Uber, ami tök jó ötlet lenne, sokkal, sokkal jobb lenne a, a kiasználtság az autóknak. Szóval Például ilyen, ilyen probléma lehet, és ilyen gondold végig, hogy mekkora változást fog jelenteni az autószervizeknek például. Az autó vizsgáztató állomást. Eleve a vizsgáztatásnak, ugye? A vizsgáztatásnak, ahol megbukik a jelentős része, persze Tom kell működni a féknek, meg a lámpáknak, de ez a kisebb probléma és kisebb, költség, de ugye a, a kipufogó gáznak az elemzése és a vizsgálata, ugye, hogy milyen károsanyagokat bocsájt ki, ugye rárakják a CO mérőt, hitelestet mérő kell, mérőpad, bla, 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 bla bonyolult mérés, csak hiteles, tehát szervizet csinálják, és itt tovább. Az egész ki fog esni. az egész úgy van, a felújtó műhelyek, és itt a csomó minden ki fog esni, olajcsere, és itt tovább. Tehát egészen új ipará, egészen új forradalom van. És ez a hármas forradalom egyszerre olyan nagy változást jelent, hogy ezt nem tudják kezelni a hagyományos autogyártók. A hagyományos autogyártók mind a három területen röghöz vannak kötve. Röghöz vannak kötve, mert neki muszáj, hogy a benzín motoros autókat, vagy a dízel gyártsa tovább. Mert ilyen gyárai vannak, ott dolgoznak emberek. Van érdekes beszél Dudenhofer hosszan arról, hogy a Volkswagennek abszolút meg van kötve a keze. 610 ezer dolgozóval, kevesebb autót gyártanak, mint a 350 ezer dolgozóval a Toyota, aki a világ legnagyobb autógyára. Tehát egyszer, benne van a szakszervezet. A szakszervezeti vezetőknek nagyobb szavuk van a Volkswagenben, mint, mint, a szakembereknek. Gondold végig. Tehát nyilvánvalóan egy katasztrófa. Ráadásul benne van a, az egyik, a tartományi miniszterelnök például a felügyi bizottságban, tehát egy politikai sztori az egész. Szóval nem tudnak kilépni ebből a motorgyártó világból, mert a szakszervezet és az egész rendszerük nem engedi, erre épül. Aztán ott van az önvezetés, ez egy alapvető probléma, mert külön beszélek, hogy milyen katasztrófa, hogy nem értenek hozzá. Na, erről egy külön videó lesz majd, hogy jár, kinek érdemes elektromos autót építeni, egy autógyárnak vagy egy számítógépgyárnak meg fogsz lepődni, mit mond erre Dudenhofer, és egyet fogsz vele érteni. És a harmadik, ami miatt még gond van, a közösségi. A közösségi dolog, tudni, ez aztán végképp, hogy mondjam, lából lövi, mondjuk így finoman, de még följebb is lő talán az autógyárakat, hiszen az történik, hogy az eladások csökkehetnek le a szociális használatban, nyilván Európában, Máshol ez másképp lesz, mert ott a darabszámok mindig nőni fognak, csak oda nem fogod tudni eladni a, a magas, fejlettségű és nagyon nagy magas bonyolultságú autódat. Tehát hihetetlen Megint a BMW-seket fogom szapulni, bocs, előre is bocs, de nem tettek róla. Szóval olyan hihetetlen, hogy egy, 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 kedves ügyfelünk, itt volt egy 5-ös BMW, nem egy X5-ös, x X5 35 d full extra, mixtra, maxtra, minden tud, biturbós, akármi. És ez a szerencsétlen autó lemerült valahogy, mert valami fennmaradt benne, tehát ment a valami ventilátor, vagy lámpa, vagy valami, itt tudom mi, az én kis uh, egyszerű kis Örne meg az Espercem is persze lekapcsol minden fogyasztót, hogyha pik-pik, lezártam az autó és elment, és 5 perc nem csak semmit, lezár minden. De ez a nagyon okos BMW nem tette meg, valami jobban kifőleg, lemerítette az aksit, előtte mérszett, mert nem a generátor, és itt, és itt, Nem is ez az érdekes, annyi döbbenetes volt, hogy az autó feltölt, és után sem indult el. Beszéltek a magyar szervizzel, ahol jártak, ott azt mondták, hogy hogy hát tulajdonképpen valószínűleg lediltotta az indításgátló kompjúter, lopásnak meg el, mivel ugye levet merítve az aksi, a lehúzták volna, ezért uh, alaphelyzetbe kell állítani ezt a, tehát resetálni kell, hogy kell csak a szerviszt tudja megcsinálni. Oké, okay, a 30 km lévő BMW szerviszt, én Évon fölmenjétok németül, az ügyfél nem tudott, és azt mondja, hogy a hogy nem jön ki. Hát, indítást, az, nem, ez nem igaz, amit a magyarok mondtak, ez hülyeség, be kell rakni, az újasít, és fog menni, vagy tölteni kell, és, és el fog indulni. Hát nem indult el, és az arrogáns szöveg, hogy nem voltak hagynak ki, mondani, hát menjen ki, az indításért nem megyek ki 30 km, ez falvak vannak, tehát ez a Mur völgyébe van, itt nincsen nagyváros, ez nem úgy 30 kilométer, ez, ez nem tudom én, 20-25 perc autóval, és egyébként még nincs ügyfele sok. Na mindegy, ha szóval nem jött ki Raminsteinből, és a végén az ÖMTC küzdött vele, több órán át az ÖMTC-be, egy szuper egy szolgáltatásra, tök ingyen, ott tökölték fel órákat, majd ők kihozatták a bmw nek a Mobilitás garantíva nem tudom, mobilitás szervizét, ami nem a szerviz, hanem egy ilyen és az elintott a rövid időn belül. Szóval szar szolgáltatás van, de mindig is ragaszkodnak ez a régi dolgokhoz. Látszik, hogy az elektronikával, a BMW világ életében a BMW-nek gondja volt az elektronikával. Na mindegy. Szóval a szervizeknek már most problémáik van, és problémáik is lesznek. Úgyhogy ezért érdekes, hogy ez a hármas forradalom túl erős a legtöbb autógyárnak. Na most miért beszélünk erről, ugye? Nem autót még egyszer. Tehát miről is szól a dolog? hogy milyen tanúságot tudsz ebből levonni. És az egyik tanulság, hogyha autós témán mozogsz, akkor kezdj el újraorientálódni. Tehát nyilván akkor, amikor már sok elektronos autó lesz, nem nagyon fogod tudni, nem nagyon értem, akkor megtanulni a dolgokat. Most láttam például egy, egy riportot, az egyik német vlogger, aki nem csak uh, ilyen autó bemutatókra kap autót az autógyáraktan utána jár a dolgoknak, és kiment Amerikában most többet egyszerre, és bemutatott egy szervizt, ahol például Teslákat javítanak. Az elektronikát szétszedik, és ahelyett, hogy nem tudom én, 30 ezerre kicsinálni a Tesla az egész, mondjuk a, a, a rossz terében, az egyes rossz terében kicsinálni a teljes akkumulátort, ők megjavítják ilyen panel szintjén, vagy akár cella szintjén. Akkor a töltő a, a elektronika, ami tönkre megy, 6-8 ezer dollár helyett megcsinálják 1-2 ezerből. Ez a jövő. Tehát ezt érdemes megtanulni. Vagy most jön egy újabb érdekes lehetőség, a fiátnak lesz, meg valamelyik észak lett hogy hol van egy autógyár, aki van autót, elektromos autót gyárt, hogy tudsz berakni, mint egy ilyen kis koffer, kézi koffer plusz aksit, és még rá tudsz tudni kettőt, hármat. A tuning világa újra vissza fog tudni jönni, amikor van egy, egy, egy régebbi zoéd, és hozzá még 40 kW aksit egy modernebb aksiból, passzítják az elektronikát. Ezek, ez a világ jön. És hát persze, ha eddig olajcserékkel foglalkoztál, és fékbetét csak, hát akkor, 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 akkor téged is leváltanak, mint, mint sok helyen a, a mérnököket, elektromérnökökre. Úgyhogy csinálj saját magadon egy update-et. Nézzék a saját iparágadba, és most felejtsük el az autót, a saját iparágadba, hogy tudsz update-elni. Én például könyvelő lennék, mondok egy példát, csak ilyen autós példa legyen mindig. Már évek ezelőtt hallottam két helyről, annó Németország, vagy Magyarországon több mint tíz éve, és Ausztriában uh, is, uh, hát egy négy-öt éve. Hogy miért nincsen automatikus könyvelés? Miért nincsen az, hogy beszkennelik, fogod magad a, a te pár bizonylatodat, mint kis cég, és talán megkérdezi, mint egy menü kiválasztod, hogy ez milyen típus. Neked be van állítva egyszer beállított a könyvelőd, vagy valaki, és kiválasztott például, hogy oké, okay, ez egy mi o, benzinszámla. Melyik autó? Ez az. És egy belinker tik-tik, kész. tik kész. azt a napi három vagy öt számládat, a saját magad által kiáltott számlákat eleve feltölti, és megnyomod a gombot, és kész a könyvelés. Mérszámfejt is ugyanennyi lenne. Miért kell ehhez uh, szigetrendszerben dolgozni? Magyar a könyvelőnek van egy, egy szoftver, amiben dolgozik, te neked van egy szoftver, egy jó esetben ezt persze össze lehet kötni, Szóval miért nem lehet ebben fejlődni? Én biztos, ha még mindig Magyarországon élnénk, és a feleségem könyvelőnének egy informatikus cégem van, akkor már rég írtunk már egy olyan szoftvert, amivel az ügyfél könyvelne, én fele díjat kérnék, negyed munka lenne, és mégis sokkal jobban járna az ügyfél, és mindenki, és pontosabb lenne, mint amit a, a többi könyvelő csinál. Szóval nézd meg, hogy hol tudsz te magad ilyen forradalmat, akár többszörös forradalmat csinálni. Akkor a igen, milyen forradalom lehetséges, ezt írtam föl. És a másik az, hogy ha pedig egy olyan szakmában vagy, ahol nem látsz, hogy forradalom kialakulhat, vagy csak a kulimunka marad, akkor meg keres új területet. Nézd meg, hogy mi az, ami új dolgot tudsz megtanulni. Mi az, ami kiegészítő dolgot tudsz hozzá tanulni. Nekem pedig ilyen lehet a coaching, vagy bármilyen más terület, vagy a Maxwell teambe való belépés, és a Maxwell vezetési tudása. De hogyan tudod magad updatelni? Hogyan tudod magad ha nem is a külvilágban még jel a forradalom, hogyan tudsz magadban forradalmat csinálni, hogyan tudsz előrelépni, hogyan lehetsz egy kicsi Elon Musk saját magad. Mert azt azt látni kell a Dudenhofer könyvében, és nem én mondom, hogy azt mondjátok, hogy én itt istenítem a Teslát, ő se isteníti, de nehogy azt mondjuk, hogy én szidom a németeket, a német autógyárakat, mert ő aztán szidja rendesen. Szóval egyszerűen elalusszák, és önmagukat szabotálják. Úgyhogy ezt neked nem kívánom. És nagyon sokat ismer, olyan embert ismerek, aki pedig ezt a mondatot szokta használni vállalkozóként. De figyelj, az elmúlt öt évben ez olyan jól működött. Csak most már nem. Tehát időbe kell észrevenned. Mi, amikor az autós címüket eladtuk, akkor a toppon volt. Onnan még lehet, hogy lehet, hogy egy kicsit tovább menni, de de nem lefelé ment, tehát nem nem egy zuhanó az előző évi fele forgalmánál, akkor hova adsz ebbe? Mikor szállsz már ki? Érted? Hát egy repülőből is akkor adod át a kormányt, vagy nem tudom, amikor, tehát amikor zuhansz, akkor már mi van? Becsapottál akkor? És most kell erre felkészülnöd, mert valami változás lesz. És hát erről fog szólni az a változás koráról, erről az állandó göröngyös útról fog szólni ez a bizonyos előadás, amit majd meg tudsz vásárolni, úgyhogy regisztrálj a és kérlek írd meg itt az a, a videó alatt, hogy te mit gondolsz? A te iparágadban legyen az bármi is. Milyen irányból jöhet egy forradalom? Milyen irányból lehet esetleg modernizálni, informatika felé menni? Mert az azt látnod kell, hogy, de erről majd beszélünk a legközelebb, hogy az informatikában jártas ember minden iparágban előnyben van minden iparág egyre inkább digitalizálódik. És nem arról beszélek, hogy nehogy félreértsd, hogy van már drága apple ami nagyon jól lehet lapozgatni, ugye, vagy videót nézni, amellett van egy más, teljesen más számítógép, egy szigetben tele vagy modernemnél moderne cuccokkal, csak, csak hogyha nem haladnod megcsinálni, akkor fogalmat sincs, hanem milyen módon vagy digitalizálva úgy, hogy az segíti a munkádat, és uralod a rendszert, és nem ő ural téged. Olyat sokat lehet látni, vagy, aki megvesz egy szuper drága informatikai rendszert, vállalatényetes rendszert, bármit, és kvázi tényleg ő kezdi uralni a, a, a cégét, nem ám mint ez a rendszer, vagy vagy a szolgáltató, akit állandóan hívogatni kell, állna leáll a rendszer, és állandóan van vele. Szóval én úgy értem ez alatt, hogy te uralod azt a rendszert. Uralod, az azt jelenti, hogy nem kerekedik föléd. Írd meg, hogy a te területeden bárhol legyél is, milyen módon jöhet el a digitalizáció, hogyan lehet ebből neked előnyöd, vagy lehet, hogy már benne vagy, és te csend a forradalmat, akkor osszad meg velünk, ha nem üzleti titokról van éppen, akkor osszad meg velünk, hogy te hogyan látod, hol vannak kitörési lehetőségek még neked, vagy bárki más vállalkozónak. Mozog, lőj, kommunikálj, tudod, ez egy hét erről szól persze az autós téma és a Dudenhofer könyvön keresztül. Úgyhogy regisztrálj, hogy egy egyedi és egyszerű adás anyagához hozzájuss, ami Magyarországon még nem volt, az, hogy hogyan készülj fel a problémás időszakra, hogyan készülj fel a nehézségekre, a stresszre, a változásra, mert az az igazán sikeres, aki a változás korában is sikeres tud lenni. Azok a, annyi érdekesen, amikor visszaemlékszünk, nem tudom mikor indult a tőzs, de 90 valányos években Magyarországon, mindenki sikeres tősdé befektető volt. Na, a tőzsde csak fölfelé ment, hol kicsit, hol jobban, nem is kellett sort, nem is lehetett, de mindig fölfelé ment, ugye? Na, az az igazi befektető, aki a zuhanás után is, vagy abban is biztonságban van, él, mozoglő, kommunikál és tovább halad. És nem szétteszi a karját, hogy hát én nem tehetek róla, hogy világválság volt, ugye? Ezt mondta nekem a... a a Citibankban Bankban az a privát bankárom, akire ha hallgattam volna, 50-60 millió forintot buktam volna az ő által javasolt befektetéssel. Azt mondta, hát nem tettünk arra, ha világválság jön, az egész világot érinti. Tehogy nem. Nagyon is tehetsz hogy ilyen butatuskó vagy, hogy, hogy ennyit tudsz tenni. Te ne legyél ilyen. Tanuld meg, hogy mit lehet ellene tenni. Hogyan építs fel úgy a cégedet, nem majd erről legközelebb. Na, várom a véleményedet, kiáncsiak, hogy miben tudsz elektromossá válni, digitálisá, válni úgy, hogy neked is előny lesz, az ügyfeleknek is előny lesz, és még lehet, hogy a hasznot is növeled. Remélhetőleg mindenesetre biztosítod a jövődet. Várom az ötleteket, tapasztalatokat, de a látsz külföldi példát, az is jó, osszad meg velünk. Minél, tudod, ha hozzá hozzászólsz, és nem persze a fikázásról beszélek, ami valójában nem épületes, és senkinek se segít, lehet, hogy azt hiszed, hogy neked jobb, hogy kiadod magadból, akkor tedd meg, majd törlöm. De osszál meg hasznos információkat, figyelj, de nagyon tud inspirálni embereket. És annál nagyobb öröm nincs itt, de nekem ezt én mondom, ha másoknak segítesz és inspirálsz, és azt mondja valaki, csak egy beír, jaj, de jó, köszi az ötletet. Zseniális. Többet tettél, valakiért tettél, és te is több lettél. Na, ennyit mára. Sok sikert, ciao!